ezeket a télálló kaktuszokat, ezeket ilyen 15-16 éve bukkantam egy könyvre, ami leírja, hogy ezeket hogy kell nevelni. Egyáltalán léteznek ilyen kaktuszok, és ebből szemezgettem, véletlen folytán került a kezembe, szemezgettem ebből a könyvből, és felvettem a kapcsolatot olyan gyűjtőkkel, akik már ezeket a növényeket gyűjtötték. Én olyan gyűjtőkre bukkantam, olyan barátságokat tudtam kötni, hogy ezek meghatározták ezt az irányelvet, hogy merre kell elindulni, hogyan folytassam ezt a gyűjtő tevékenységet. A Tamásiban fellelhető gyűjteményhez hasonló az országban nem igen található. Nagy kereskedésben nem fogsz télálló kaktuszt venni, ezek speciálisan csak gyűjtőktől beszerezhetők. Hogyha nem talál az ember itthon olyan gyűjtőt, akit ott tud vásárolni, akkor kénytelen az USA-ból, magkatalógusokból hozatni magot, elvetni, felnevelni, és akkor egy 10 év múlva gyönyörködhet a virágjukban. De hát mondjuk utána már ők elég magas kort érnek meg. Ugye ezek gyűjtőszámos, eredetiség megjelöléses növények. Ugye, hogyha az embernek van ideje és összeporoz két fajta azonost, abból fajta azonos magot nyer, és abból ugye ugyanolyan növény származik, de vannak ezek a medvetalpak, itt mögöttem látszik. Ezekről nagyon gyorsan lehet szaporítani szártagról, ugye. Mindegyik egy kicsivel másabb, mint a többi. Máshonnét való, mástól való. Vagy én vetettem magról, vagy olyantól való, akik már ugye engem tanítottak, de már ugye meghaltak, és azért kedvesek a számomra. Van olyan, ami világritkaságnak számít, egy magvetésből, Amerikában származó magvetésből származik a növény, és nem olyan lett a növény, mint ami a leírásban szerepel, hanem egész más, úgyhogy azóta se tudjuk, hogy ez mi az a növény. Gondolom, ott a méhecskék összeporozták az élőhelyen valamivel, amit ugye ezt már nem lehet kideríteni, és egy olyan növény származik belőle, ami nincs másnak. Kaktuszok ugyan sok gondozást nem igényelnek, de ha hozzájuk kell nyúlni, áttelepítés, szaporítás vagy bármi más miatt, akkor azt elővigyázatosan kell tenni, különben kellemetlen napokat tudnak okozni. Az ember fog egy speciális szerszámot, ami nálam egy érfogó, ugye levágjuk a hajtást, egy pár napig hagyjuk beszáradni a sebet, és akkor egy 10 centit leengedjük a földbe, és ennek ennyi a szaporítása. A törzsállomány egy saját kialakítású üvegházban kapott helyet. Mindegyik növényből több darab áll rendelkezésemre, hogyha azonos magot szeretnék fogni, akkor itt könnyebb a beporzásuk. Meg hát az az igazság, hogyha ennyi növénynek helyet szeretnénk kint a kertbe, akkor több hektárnyi terület kellene hozzá. Azért kisebbek, mert ugye nem tudnak menni a gyökereik kifele a cseréből, és ez a bonsai hatás érvényesül, hogyha nincs nagy gyökér, tehát akkor nincs nagy növény sem. Ugyanúgy szépen virágoznak, csak nem akkorák, mint amik esetleg kint találhatók. Azért vannak itt bent, mert ugye ezek a télálló kaktuszok a mexikói határtól egész Kanadáig elterjedtek. A texasiakat, az arizoniakat, azokat jobban kell védeni a csapadéktól, meg a téli hidegtől, és azért itt jobban lehet őket kontrollálni. Itt az üvegházban évi 6-szori locsolást kapnak,
havonta egyszer, áprilistól szeptemberig tápoltatazást, mivel ugye cserébe vannak, és hát előbb-utóbb kinövik őket, egy-kétszer kapnak egy évben, és azzal nagyon jól el vannak. Előttem nem sok tapasztalat volt. Én tapasztaltam ki a 80%-át ezeknek a növényeknek, a tartásuknak. Még annyira gyerekcipőben járt, mikor én elkezdtem, hogy nem nagyon lehetett ilyen referenciákat találni. Én az első kaktuszkertemet még a saját fejem után csináltam, úgyhogy ott nem védtem le a talajt geotextiliával, és ugye ott megjelennek a gyomok. Az a lényeg, hogy ezeknek elég laza talaj kell. Úgyhogy én úgy ültetem a növényeket, hogy kiváljok egy vödörnyi földet, azt meglazítom sorderral, zuzalékkal, úgy vissza a növény, hogy a gyökere az elengedje a csapadékot, amit kap, és csak annyit vegyen fel, amennyi számára szükséges. A télálló kaktuszokat nem kell félteni a hidegtől, nem tesz bennük kárt, sőt, elősegíti a még szebb virágzást. Mikor turbójázik egy kaktusz, akkor ugye metszeni kell róla a hajtásokat, mert iszonyú nagyra tudnak nőni, hogyha hagyjuk őket.